Köszöntöm nézőinket, ez a Kultusz 110. egyben, ez évben utolsó adása. Lássuk, mit mutatunk fel a mai kulturális palettán. 2016 utolsó kultuszában Koha Csaba ránk hagyományozott gasztronómiai hagyományáról, a Földszállott a Páva jársági gyermeksikereiről és a Jászapádi Hétszínvirág évzáró táncgálájáról esik szó. Kétségtelen, hogy a jársági vendéglátás felejthetetlen, mi több legendás alakja lett Koha Csaba séf, aki több kultikus receptet is alkotott, melyen igazán mély nyomot hagyott a helyi gasztronómiában. A Pandúr gulyás alkotójára emlékeztek a közelmúltban a jársági vendéglátósok egyesületének tagjai a Klapka tankönyvben. Koha Csaba szakácsként megfordult Európa országaiban. 1971-ben került Jászberénybe az Alföldi Vendéglátó Vállalat áthelyezésével. Itt létrehozta éttermét, majd 1985-ben megnyitotta az étteremhez kapcsolva a Hotel Lehel gyöngyét. Itt vannak barátok, itt vannak üzlettársak, hogyha azt mondja, indulhatna ez az üzlet, ki nincs itt? A séf úr. A séf úr nincs itt, aki irányíthatná a Koha séf úrra gondolok, ő fölülről irányít, olyan halkan, ahogy én hallottam, hogy irányította a konyhát, hogy a oroszlánok is visszahúzódtak a szomszédos állatkertbe, a menedékhelyükre, mert néha hogy olyan dörgedelmes utasításokat adott, de megérte. A nagyhangú, nagyszívű és nagyformátumú séfre a jársági vendéglátósok egyesületének tagjai emlékeztek a Klapka tankonyhán. Ezt teszik általában vett tiszteletből, és Koha Csaba a születésének 70. évfordulóján. Kár, hogy a híres szakács ezt már nem érhette meg. Az elődeinkről nem feledkezhetünk meg, akik gyakorlatilag tanítómestereink voltak, és nagyon sok ma is dolgozó séfünknek a mestere volt a Koha Csaba, akire most emlékezünk egyébként, most ebbe az évbe töltötte a 70. születésnapját, illetve hát sajnos már ugye azt, mint tudjuk, hogy ezt nem élhette meg. De igen, nekünk nagyon fontos Koha Csabának, nagy íz lenyomatai vannak a jászságban, amelyet most is még 4-5 séf, aktív séf még mindig őrzi ezeket az ízeket, az alaptechnológiákat, a szakmai alázatot, az alapanyaggal szemben való alázatot őrzik, gyakorolják, adják át tudásukat a fiataloknak. Én is azt gondolom, hogy Koha Csaba séf úr meghatározó volt a jászságban, és emellett nem mehetünk el az ő emléke mellett, és mondom, még mai napig is érezzük a hatását az ő tevékenységének. 84-ben találkoztam én vele. Szórád Tamás Koha séf üzlettársa volt a legszebb éveikben. Akkor, amikor a szocialista világ szűkrezárt lehetőségeit kihasználva, vagy olykor rafináltan kikerülve, kellett a nyugatabbra rejlő esélyeket kiaknázni. Ő a sportba is nagyon jó vezető volt, meg az üzleti élethez is nagyon értett. Koha Csaba munkatempóját saját szervezete sem tudta igazán követni. A sűrűsödő kórházi kezelések, a folyamatosan romló egészségi állapot egyre többször szólította el a konyhából, s egyszer már vissza sem engedte. Sajnos túl korán hagyta abba alkotó munkáját, mely így is igazán mély íznyomokat hagyott a jászsági gasztronómiában. Az egykor szebb napokat is megélt, mára lassan ismét magára találó jászberényi vendéglátásról, mely virágzó időszakában stílusos kocsmáktól, egymással versengő szállodák történeteitől volt hangos, Hortiné dr. Bató Edit, a Jász Múzeum igazgatója mesélt. Az állandóan virágzó igények ellenére egy biztos, Koha Csaba olyan ízformáló személyiség volt, akire csak büszke lehet a jász közösség. Koha Csaba magasan kiemelkedik a jászsági vendéglátás történetében, a tevékenységével, a magas színvonalú és nagy szaktudású hozzáértésével. Ő nem csak egy szakács volt, egy séf volt, hanem olyan magas fokon művelte a mesterségét, ami példaértékű volt. Nagyon sok tanítványa is volt, akik hasonló szemlélet
ötlettel vették át a tudománynak a csinyát, bínyát. Egyébként ő ezt meg is követelte. Sajnálatos az, hogy fiatalon eltávozott közülünk. Ha nem ment volna el, akkor azt gondolom, hogy még jobban ki tudott volna teljesedni az ő munkássága. De így is nagyon nagy örökséget hagyott ránk, amit az utókornak és a fiatal generációnak kötelessége megőrizni. A rendezvényen részt vett a séf fia, aki természetesen a nagy előd nyomdokaiban folytatta annak munkásságát. Az mindenképpen nagyon-nagyon megérint engem, hogy mind itt Jászberényben, a Jászságban, mind Szeged városában azért nagyon sűrűn megemlékeznek édesapámról, és tényleg egy maradandó dolgot tett, amire az utókor emlékezik, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy nagyon sok helyen főzik azokat az ételeket, amelyeket annak idején édesapám kitalált úgy, hogy és tényleg egy nagyszerű dolog, amit ő letett az asztalra. Folytatta egyébként? Tehát utódaként ön is esetleg ezt a pályát választotta? Igen, a mai napig is a vendéglátásban dolgozom, egy panziót üzemeltetek, annak vagyok az üzletvezetője, konyhafőnöke, úgyhogy ugyanúgy beállok a tűzhely mögé a mai napig is egy-egy rendezvényekkor én. Igen, ahogy itt beszélgettünk, az előbb azt mondták, hogy ezekből a receptekből rendkívüli módon lehet tanulni. Tehát nem csak az ízharmónia, a különlegesség, hanem az alázat, ezt mondták az előbb, az, ami rendkívüli módon süt a receptekből. Ön mit mondana? Szakmai szemmel, persze nehéz ez értékelni érzelmek nélkül, de milyenek az ő receptjei? Én mindenképpen azt mondanám, hogy akár édesapám receptjei, akár más szakácsok receptjei alázatot követelnek. A mi szakmánk az a szakma, ami tényleg nagyon nagy alázatot követel, mert mikor más pihen, akkor mi dolgozunk, és ez egy olyan szakma, ami igazából az embereknek az összes érzékszelvére kihat, és ezért nagyon fontos, hogy tudjunk központosítani és odafigyelni az ételeinkre. Ennek mi a kedvenc receptje édesapjától? Hát a pandúr gulyás. Mindenképpen azt szeretem én is a legjobban. El az műalkotása mellett, a pandúr gulyás mellett, amit hát különböző anekdóták szerint született meg ez a gulyás, de meg fogjuk majd kóstolni, aki esetleg nem ismerné, és nem mehetünk el mellett a remek alkotás mellett. Ez mai napig védjegye a jászsági gasztronómiának. Híres receptje alapján készül a pandúr gulyás leves. A jászberényi mesterszakács által megalkotott étel azért különleges, mert belsőségeket, velőt, májat is tartalmaz, és tejszínnel habarják be. Lehet, hogy nem ősi gyökerekkel rendelkezik az étel, viszont a legendáriuma a történetnek az már igen kiterjedt, hiszen mindenki másképp tudja, hogyan született meg. Van-e valami autentikus forrás, hogy tényleg hogyan született meg ez a finom egytán étel? Hát igazán autentikusan a mellette dolgozó szakácsok tudnák elmondani, de nekem átadták ezt, hogy én szerintem azt tekinthetjük eredeti forrásnak, hogy egy rendezvény után több étel kimaradt egy büféasztalos rendezvény után, és hát Kolcsaba már nagyon éhes volt, és elkezdett magának összeállítani egy ételt. Borjú pörkölt volt az alapja, ami kimaradt, és ő például a kaprot, mint fűszert nagyon szerette, beletette tejszín, zöldségek, és akkor egyéb dolgokkal fűszerezte. Később persze még tökéletesítette, és akkor egy díjnyertes egytál étel jött létre. Én ezt tudom az eredeti történetének, a pandúr gulyás illetően. Koha Csaba az ízek mestere volt. Igazán kreatív, talpra esett, konyhába teremtett vezető, aki még ha élne, valószínűleg 70 évesen is a konyhaművészetnek hódolna. Jó hír, hogy alkotásainak receptjei a közeljövőben bekerülhetnek a Jász Értéktár kiemelkedő gyűjteményébe. December 16-án nagy volt az öröm a Jászságban, óriási sikert aratott a jászfinszalói Horváth Áron, aki megnyerte a Fönnszállott a páva idei gyermekszériájának hangszeres kategóriáját.
Makula Zoltán szólótáncos kategóriában külön díjas lett, míg a Jászság gyermeklégtánc együttes a legtechnikásabb csoportcímet hozta haza a Jászságba. Gratulálunk az ifjú tehetségeknek! A 2016-os évad utolsó adásához érkezett december 16-án a Fölszállott a Páva című népzenei és néptánc tehetségkutató verseny. Több mint 400 továbbjutó, azaz 48 produkció kvalifikálta magát az élő műsorba, melyből csupán csak 10 produkció került be a fináléba. A döntőben ott volt Jászfényszaru fiatal tehetsége, Horváth Áron is. A virtuóz cimbal most magabiztos fellépéssel és elképesztő teljesítménnyel vette az akadályokat. Míg Áron jászsági dallamokkal igyekezett levenni a lábáról az ítészeket, népes szurkolótábor a Jászfényszarun az általános iskolából bíztatta őt. Osztálytársak, tanárok, ismerősök és táncostársak több mint 50 szurkoló skandálta egyszerre a nevét. Nem hiába szurkoltak ilyen sokan Áronnak. A fiatal cimbal most hangszeres szólisták kategóriában megnyerte az idei Fölszállott a Páva televíziós tehetségkutató versenyt. A kérdés tehát az, hogy kategóriájában a Sarjubanda vagy Horváth Áron lesz 2016 legjobbja? Akinek pedig a fődíjat ítélte a zsűri, nem más, mint Horváth Áron! Gratulálunk! Hát én nagyon örülök, hogy részt vehettem az idei Pávában. Egy nagyon nagy élmény volt számomra, és nagyon sokat tanultam az egész időszak alatt, hogy megéri azt, amit csinálok, meg hogy megéri a cimbalmozás, mert jó dolog. És nagyon sok barátom lett, akikkel akár meg is beszéltük, hogy lehet, hogy alapítunk a jövőben egy zenekar, de ez még nagyon ilyen privát dolog. És nagyon sok élménnyel lettem gazdagabb, nagyon sok embert ismertem meg ezáltal a Páva alatt, és nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam meg. Hát jó volt a döntő, akkor lett volna még jobb, hogyha nem estem volna. És a Jászság az elején picit rontottam, de ahhoz képest, hogy másodjára játszottam, ahhoz képest szerintem jól sikerült. És nagyon örülök, hogy én nyertem a kategóriát, és nagyon meglepődtem, és nagyon boldog vagyok, hogy én nyertem. Mi lesz ezután, milyen terveid vannak? Hát majd ugye 2 év múlva szeretnék felvételizni a Bartók Béla Zeneművészeti Iskolára a népi címbalom szakon. A virtuóz cimbalmosnak csak egy kis ideje volt pihenni. Még ebben az évben egy fellépés és jó néhány elmulasztott témazáró vár rá, amit pótolnia kell. Tanárnak jelentem az osztály létszáma 18, nincs itt Horváth Zsófia. Köszönöm. A Jászság népi együttes fiatal táncosa, Makula Zoltán kalotaszegi legényesét sajnos a zsűri nem juttatta tovább a középdöntőbe, ám itt még nem ért véget számára a Fölszállott a Páva idei szériája, ugyanis a döntőben hatalmas meglepetés érte. A következő külön díj pedig Makula Zoltán szép reményű fiatalember. Egyszerre nagyon meglepődtem, és nem hittem el, hogy kimondják Makula Zoltán, és akkor mondom, akkor oda megyek, és először nem tudtam, hogy mit adnak, semmit se tudtam. Boldog voltam, amikor ott lehettem a döntőbe, táncolhattam, és ugye megkaptam a külön díjat, és izgultam is persze egy picit, minimálisat. Itt még nem ért véget a jászsági sikerszéria. A döntőbe jutott 10 produkció egyike a végig stabilan menetelő, precíz koreográfiát bemutató Jászság gyermek néptánc együttes volt. A gyerekek időt s fáradtságot nem kímélve készültek hétről hétre a tehetségkutató adásaira, napi 5-6 órát gyakoroltak, hogy ki tudják hozni magukból a maximumot. A
Miközben a táncosok az élő műsorban igyekeztek lenyűgözni a zsűrit, családtagok, barátok, rokonok és táncostársak szurkoltak nekik a döntőben, akik a Jászság Népi Együttes székházából bíztatták a csoportot. Szurkolni. Azért érdemes szurkolni, hogy ez a csillag, amit mi jászsági névhagyománynak és a jászsági együttes által művelt, magas színvonalon művelt művészetnek nevezünk, hogy ez a csillag ez még fényesebben ragyogjon. Ez ragyogjon a legfényesebben, reméljük, hogy a mai versenyen ezt meg is fogjuk tapasztalni. Drukkoljunk, hajrá jászság! Mint szülők érkeztünk ide, természetesen a családot összefogtuk, úgyhogy ismerősök mindenkit igyekeztünk ide elhozni, hogy együtt közösen szurkoljunk a gyerekekért. Délután már voltunk fönn Budapesten a főpróbán, megnéztük ott helyszínen őket, és siettünk ide, hogy itt lehessünk együtt a többiekkel. Szorgalom, tisztelet, tapasztalat. E három kulcsszóval jellemezte a Jászság Gyermeknéptánc Együttes produkcióját a zsűri. Külön kiemelték, hogy rendkívül színes palettáról mutattak be táncokat a tehetségkutatóban, és azokat mind igen magas színvonalon. Ennek eredményeképp a csoport a Fölszállott a páva 2016-os szériájának a legtechnikásabb táncegyüttese lett. Szintén 1 000 000 forintot ad át Gáspár Bence a legtechnikásabb együttesnek, ez pedig a Jászság! Örülök, hogy nagyon sokan így látják, nem csak Jászberényben, hanem a szakmában is, hogy egy sikeres páva szereplés után van a gyerekcsoportunk. Tényleg, amikor elindultunk ennek a folyamatnak tavasszal, akkor azért volt bennünk egy olyan, nem is kétel, de egy kicsi belső érzés, hogy ugyan a felnőtt páva után, 12 után a gyerekcsoport meddig juthat, hiszen szinte Jászberényről, a Jászságról beszélünk. És nagyon nagy öröm számunkra, hogy a döntőig elmeneteltek, és nagyon szépen úgy, hogy lehet azt mondani, hogy tényleg az elődöntőből, meg a középdöntőből és a zsűri egyértelműen őket látta a legjobbnak. Természetesen a díjjal járó 1 000 000 forint mellett számos más pozitív hozadéka is volt a versenynek. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy jó közösség kovácsoló volt ez a vetélkedő. Ugye, mint legtechnikásabb együttes kapta, ez mindenképpen megint csak egy magas szintű szakmai munkának az eredményességét sugallja számunkra, hogyha így döntött a zsűri. Illetve hát az biztos, hogy ennek úgymond olyan következményei lesznek, hogy nagyon sok felkérésünk lesz a közeljövőben. Már egyik hozadéka ennek, hogy a szilveszter éjszakáját a Duna Televízió jóvoltából a Szolnoki Szigléti Színházba tölti az együttes, és élőadásban fognak táncolni, és hát utána a Művészetek Palotája január 6-a a Magyarságháza, tehát már most még véges szinte a pávának 2-3 napja, és már vannak olyan felkérések, aminek természetesen megpróbálunk eleget tenni. Figyelve arra is, hogy azok a fiatal táncosaink, akik ebbe a úgymond szűkebb csapatba, ebbe a 30 fős csapatba nem kerültek be, amikor kiválasztottuk őket a páva selejtezőn, hogy ők se sérüljenek, tehát a fellépésekre és egyéb olyan programjainkra, felkészítésekre, mind a többi gyerekre szeretnénk szintén hasonlóképpen odafigyelni a közeljövőben. De remélem, hogy azok számára, akik most nem tudtak a pávába benne lenni, de a viganús tanulók, azoknak egy példa, illetve egy olyan elérhető távolság, hogy ők is adott esetben 2-3 vagy 4 év múlva újra, mint a viganós gyerekek, részt vehessenek egy páva vetélkedőn. A siker mérföldkő, de természetesen nem áll meg az élet a Víz utcában. Egy fellépés még hátra van ebből az évből, majd jöhet a jól megérdemelt évvégi pihenés, hogy jövőre felfrissülve, megújult erővel ugorjanak fejest a 2017-es évbe. Büszke lehet a Jászság. Helyi sikerekben gazdag gyermekpáva volt a tehetségkutató 2016-os szériája. Nincs még egy tájegység az országban, ahol ennyi elismerést gyűjtöttek volna a fiatalok. S a büszkeség és tisztelet nem csak a tehetségnek szól, hanem annak az ismételt összefogásnak is, mellyel hétről hétre támogatták a fiatalok továbbjutását, és hétről hétre szurkoltak, bátorították ezeket a virtuóz, ifjú tehetséget. Pályán Antal Művelődési Ház adott otthont advent utolsó szombatján a
Színháztánc Alapítvány Halljátok meg jó emberek című ezévi záró tánckálájának. A második előadás bevételével a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Borszéki Gyermekotthonát támogatják. Az engedélyt megadom! Borbás Ferenc Jászkun főkapitány, a műsorvédnöke adta meg az engedélyt a Jásztánc Alapítvány ezévi ünnepi táncgálája megnyitására. Még élünk ezt a kis családunk, segítsd és áld meg Istenünk! Eltérően a tavalyi előadástól idén inkább karácsonyi hangulatú műsorral készültek a csoportok. Egy picikét változtattunk az előző évhez képest, most igazából ilyen karácsonyi hangulatú, közeledve a karácsonyi ünnep, próbáltunk áttérni erre, sok énekkel díszítve a mai műsorunk, és új koreográfiák is bemutatkoznak. Amiben rendhagyó a mai program, hogy végre körünkben köszönhetjük a szenior táncosokat is. Színvirág táncegyüttes többek között jársági táncokat táncolt, a nyári fellépések után kezdték meg a felkészülést, új koreográfiákkal is bővítve a táncaikat. De mellettük ott voltak a legkisebbek is, az utánpótlás csoport. A Pántlika néptánc csoport 2 éve indult az alapítvány szárnyai alatt. Az alsó tagozatos gyermekek 5 iskolából járnak a próbákra hetente 2 alkalommal, ahol játékosan ismerkednek a magyar néphagyományokkal és táncokkal. Már nem szokatlan nekik a színpad, 2 éve táncolnak, úgyhogy a nyári időszakban is szoktunk velük több fellépésen is részt venni. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve, egyre jobbak és jobbak, ügyesednek, és remélem, hogy kitartóak is lesznek a elkövetkezendő munka és években is. Moldvai és somogyi táncokkal készültek a hétvégi gálára, ilyenkor itthon is meg tudják mutatni, mit tanultak ebben az évben, de az ország több pontján sikeresen szerepelnek. Legutóbb most a héten, kedden voltunk a legkisebb csoporttal Budapesten, egy kiállítás megnyitón, ahol nagyon-nagyon szépen szerepeltek a gyerekek. Tehát táncolunk, kézműveskedünk szinte az év majdnem minden napján, minden hónapján. Nagyon szép eredményeket érnek el a gyerekek, és napról napra lehet látni a fejlődést. Ilyenkor karácsonykor egy kis számadás is van mindabból, amit egész évben megtanultak. Évek óta segítik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Borszéki Gyermekotthonát. Tavaly alszámlát is nyitott nekik a Jásztánc Alapítvány, így az idei második előadással szintén a borszéki gyermekeket támogatják. Miután ez az alszámla megnyílt, még egy táborba elmentünk a nyáron, táncos fiúk is elkísértek bennünket ebbe a táborba, és megszületett az ötlet, hogy a következő évi tábort a borszéki gyermekeknél tánctábornak nevezzük el. Ezt Csaba testvérnek elmondtam, nagyon örülte és támogatja az ötletet. Így aztán adódott a lehetőség, hogy a Jásztánc Alapítvány az egyik műsorának a bevételét felajánlja erre a táborra. Feszült figyelem, megtelt nézősorok. A táncosoknál az egész éves próbák fáradtságának ilyenkor nyoma sincs. Öröm, felszabadultság, a tánc szeretete, egymás tisztelete.
Így lehetne összefoglalni a Jásztánc Alapítvány hétvégi táncgáláját. Ez volt a Kultusz erre az évre. Januárban ismét jelentkezünk. Boldog karácsonyt és sikeres kultúrában gazdag új esztendőt kívánunk Önöknek. Jó pihenést, jó ünneplést, viszontlátásra!